Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy videó, ami ez elég nehéz ezt megcsinálni a kommentet. Valaki kért egy videót arról, hogy a helikopterben, a Smart Rockettel nek mik a tulajdonságai, és hogyan lehetne aktívan ezt kihasználni, úgyhogy most erről fogunk látni egy kis videót. Ez a rész itt csak egy kis apró bevezető, hogy így elmondjam, hogy mi fog történni. Mert a másik részében a videóban tulajdonképpen a kísérletet fogjuk elvégezni, hogy hogyan is működnek a játékban ezek a smart raketek, és ezek az okos rakéták, és hogy milyen tulajdonságai vannak. Nem fogok belemenni a hivatalos adatokba, mert annak nem sok értelme van egy játékon belül sokszor, mert ugye néha mellé lövünk, néha ez van, néha az van. Úgyhogy ebből rámegyünk a teljes valóságra, hogy úgy mondjam, akik a segítségemre voltak, egy angol ismerősöm, páron már biztos ismeritek, és Rex kolléga volt az, akik segítettek. Ezért is, hát fele angol, fele magyar. Mert miközben próbáltam nekik magyarázni, hogy mit, hogy hány és merre, meddig, és a végén teljes mértékben kikötöttünk az angol mellett, úgyhogy gyakorlatilag annak az a hangját nem fogjátok hallani, hogy hát azért tudom, hogy sokkal megértenétek, de hogy úgy megértse mindenki, hogy mi történik, úgyhogy hamarosan képet fogunk váltani. Úgy döntöttem, hogy be fogom rakni a Smart Rocketet, hogy kipróbáljam, hogy a teljes valóságában mi az. Ugye a definíciója ennek az okos rakétának az az, hogy beméri a legközelebb lévő aktív járművet, és automatikusan találnak a rakéták. És volt nekem egy olyan érzésem, hogy tudtam én, hogy mire megy ki itt a játék, hogy mennyire távolról lehet pontosan eltalálni, mennyire távolról lehet pontosan sorozni ugye az Attack Chopperrel a dolgokat, és azért trükkös dolgok derültek ki. Nem olyan, mint BF3-ban, hogy BF3 egész távolról lehet ott találni a tankokat. Na most itt ez az bizonyos okos rakéta, ez egy kicsit érdekesen meg volt csinálva, úgyhogy igyekeztem minél távolabb menni a tanktól, amit ott láthattok, hogy minél lássam, hogy mennyire effektív tud lenni, és mennyire kell pontosan célozni, vagy nem pontosan célozni ahhoz, hogy találatot érje. És aki figyelt az első részben, viszonylag távol voltam, és nem egy pontos célzással, de minden rakéta mellé ment. Szóval nem annyira automatikus ez a bemérés, mint amennyire gondoljátok. És most versus-t megyünk mondjuk a Hydra rakéta és VS okos rakétának, és azt vettük észre, hogy elsőre, ugye ahogy lőttem, viszonylag távolról, egy picit fölé céloztam, és minden rakéta ettől egyig mellé ment. Itt például már alig láttam a célt, de nagyjából ugye a tapasztalatból fogtam és meglőttem. Azt hiszem ez volt az a kör, nem ez volt az a kör. Az előző körben, tehát a második nekifutásra minden rakéta talált, és 45-ig sebezte azt a bizonyos tankot, tehát a minden rakéta talált, tehát két körből fogsz tudni kiszedni a tankot, Active Protection nem beleszámítva, tehát két kör, 10 plusz 10 rakéta szükségeltetik ahhoz, hogy kiszedjél egy tankot, például a Smart Rockettel, és a dolognak a nagyon fontos lényege, nem lehetsz ezzel sem hanyag, akármilyen távol vagy, precízen kell céloznod sajnos, úgyhogy az okos rakéta, hülye rakéta. Hogy őszinte legyek, ezért is próbálgattuk különböző távolságokból, próbálgattuk bemérni, hogyha egy kicsit mellé lövök, hogyha egy kicsit fölé lövök, akkor is rá fog-e menni a tankra, úgyhogy szomorú hírecském van azoknak, akik smart rocketet akarnak használni, precízen el kell találni a célt. És úgy gondolom, hogy ennek függvényében Smart Rocket VS Hydra rakéták, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a Hydra effektívebb, mert ugye a BF4-ben a helikopter szerepe bizony-bizony át van alakulva BF3-hoz képest, és egy ilyen hit and run akcióra van kitalálva tulajdonképpen. Berepülsz a csatamezőben, lezúzod azt az egy tankot, és visszarepülsz fedezékbe, kivárod, amíg már nem mérnek, amíg már nem visszajön az LCM, visszajön
a Flares, és utána újra berohansz, és sajnos, azt kell mondjam, hogy Smart Rocket-tel sem lettünk okosabbak, ott is precízen el kell találni. Ha ugyanúgy, hogyha a Hydrával távolról eltalálod a tankot, ugyanúgy bele fog ütközni, és a Smart Rocket-tel is ugyanúgy bele fog ütközni, de precízen kell célozni. Hogyha esetleg legyen valami pozitívuma a Smart Rocketnek a Hydra rakétákkal szemben, ha például van előtted egy jármű, és kilőtted az összes rakétát, és hirtelen valami oknál fogva fel kell húzni a helikoptert, a már kilőtt összes rakéta, ha precíz volt a lövésed, bele fog menni az adott járműbe. A hidrákkal szemben, mert hogyha a hidráknál, ha valami oknál fogva fel kell azonnal húznod a helikoptert, akkor a hidra rakéták is vele együtt fognak felmenni. Ennyi tapasztalt előnye van, én úgy néztem, az okos rakétáknak a hidrákkal szemben, ha már kilőtted az összes rakétát, tehát ha már lövés folyamatában vagy, és valamiért hirtelen el kell térítened a helikoptert, szóval egy ilyen manővert kell hoznod, akkor a már kilőtt rakéták gyakorlatilag szépen folyamatosan az összes végül tényleg bele fog ütközni abba az adott tank. És itt, mint láttátok is, itt egy egész távoli lövés, de precíz szézes, tehát a szöget meg kell találni, hogy eltaláld a tankot, és úgy vettem észre, hogy az optimális szög az okos rakétáknál, ha látjátok a függőleges kis vonalat ott a dologban, a függőleges vonalnál valahol középen van az az optimális cél. Tehát úgy kell megdözsd a helikoptert, hogy az optimális cél az valahol középtájt, egy picivel az alsóbb rész felé, és akkor nagyon szépen eltalálja. Amire itt helikopterek ellen teszteltük, hogy hogy megy a dolog, közelre hát nem lesz nehéz célozni, tehát közelre nagyon jó. Azt el kell, hogy áruljam, hogy nagyon effektív a gyalogság ellen, tehát sokkal effektívebb, mint a hidra rakéták. Úgyhogy ilyen pro és kontra verzióban, tehát itt igazából, amit itt próbáltam például a helikopteren, hogyha jobbra-balra viszem a célt, akkor betalál-e, de nem talál be, tehát mindenképp precízen kell célozni. Mivel a gyalogság ellen nagyon effektív, én úgy vettem észre, érdemes, hogyha például az az ember vagy, aki szeret hidra rakétákkal lőni, vagy rakétákkal is lőni a gyalogságra, akkor érdemes használni az okos rakétákat, és mondtam, tehát egy tízes sorozat több mint 50%-ot sebez egy tankon, ami nagyon effektív, úgy gondolom. De mindegyik rakétával összesítve kettő sorozat kell gyakorlatilag például egy tankba, tehát kétszer kell fordulnod, hogy egy tankot jól eltalálj. Persze, kivéve, hogyha hátulról találod el, de akkor se fogja beadni. Tehát, hogyha egy tízessel hátulról eltalálom a tankot, és minden precíz lenne, nem biztos, hogy megkapnád azt a bizonyos killt, de még mindig érdemes hátulról támadni, mert gyorsabb a kiiktatás, és gyorsabb a fedezékbe tudsz menni. Itt ennél ezeknél a jelenetekre minél távolabb próbáltam menni a srácoktól, úgy megpróbálni kilőni. Látjátok, egy kicsit fölélődtem, majd hoztam le a cél, szóval ez is azt bizonyítja, hogy Smart Rocket, Hydra Rocket, Zuni Rocket, mindegy, hogy melyiket használod, pontosan kell lőnöd vele. A Zuni Rocketnál volt annyi régebben, hogyha lőni kellett, mert mint lövés előtt az Uni Rocketnál, régen, nem tudom, nagyon rég nem használtam, volt egy ilyen kis píp sípocska, hogy bemérte a célt. Ez most az okos rakétánál nincs, mert ugye ez elméletileg automatikus lenne, de az Uni rakétáknál volt egy ilyen nagyon halk kis zaj, hogy beállt a célra, és betaláltak, de ez nem zárta ki azt, hogy legyél pontos. Remélem kielégítő volt a videó annak a személy számára, aki kérte, és remélem ti is tanultatok valami újat. Összesítve annyit tudok mondani, hogy igen, érdemes használni a Smart Rocketet, több okból is, nagyon effektív a gyalogság ellen, úgy gondolom, és elég hatékony tankok ellen is például, de nem zárja ki azt, hogy
ne céloz pontosan, de akármilyen távolról is lősz, pontosnak kell lenned, a másik pedig, hogy bizony meg kell tanulnod célozni ezzel is, tehát igazából nincs kivétel. Én úgy vagyok, hogy még mindig a hidrát kedvelem, de most elgondolkodható volt, mert én előszeretettel lövök gyalogságra is, az okos rakéták, tehát a hidrákkal is, és úgy vettem észre, tehát ez egy tapasztalati, nem tények és számokbeli dolog, hogy effektívebb az okos rakéta, tehát a smart rocket effektívebb a gyalogság ellen. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!